Sziasztok, kedves kertbarátok, érdeklődők és ide tévedők! Beszélni fogok most így február vége fele a piros ribizli metszéséről, mivel már nagyon időszerű, nagyon korán kihajtanak, és így februárban már el lehet kezdeni a metszésüket. Arra kell odafigyelni, hogy fagymentes napot válasszunk a metszésnél. A különbséget kellene tennünk itt a fekete ribizli és a piros ribizli közt, mert ezek élettanilag teljesen máshogy fejlődnek. A fekete ribizli a vessző egész hosszában hozza a termést, amíg a piros csak az alsó kétharmadába. Úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Most a pirosról fogok beszélni, mert nekem az van. Ebbe próbálok segíteni, gondolom ez egy kicsit népszerűbb valamivel. A piros ribizli a két éves vesszőkön hozza már a termést, még a fekete az hamarabb, az már az egy éves vesszőkön is teremni fog nektek. Kezdjük először is azzal, hogy a három évesnél idősebb részeket eltávolítjuk, ezzel meg is ifítjuk a bokrunkat, mivel azok az idős részek már nem fognak teremni, vagy csak nagyon keveset, és helyette tud a növény koncentrálni az újabb hajtásokra, még erősebbek lesznek, és sokkal többet fognak nekünk teremni, így azokat tőből kivágjuk, és ezeket úgy ismerjük fel, hogy egy kicsit ilyen sötétebb hajtások lesznek, és a kérgük így már válik elfele. A fiatal hajtások, a tavalyiak azok egy kicsit világosabbak. Ha jól megritkítjuk a ribizli bokrunkat, akkor a pajzstetű nem fog találni búvó helyet magának, könnyebben tudjuk majd permetezni is, mivel sajnos szükség lesz permetezésre is majd évközben, majd arról is majd készül további videó. Következő nagyon fontos feladatunk, hogy mikor már megritkítottuk ezt a bokrot, és kivágtuk az ilyen letört beteg részeket, így szemre kell vételezni nyilván, ezután a megmaradt vesszőknek az egyharmadát visszavágjuk a tetejétől, és úgy, hogy a kifelé álló rügy maradjon meg, hogy majd a bokor kifele terjeszkedjen, ne pedig befele. Ezt azért kell csinálnunk, hogy gondolom észrevette már az, akinek van ilyen bokra, hogy a teteje nagyon lisszharmatos szokott lenni. Na most ezzel ezeket a csúcsokat eltávolítjuk, és csökkenteni fogjuk tavasszal a gombakártevőknek a fertőzését. De nem kell megijedni, nem lesz kevesebb termésünk, mivel, ahogy említettem, a piros ribizli a növénynek az alsó kétharmadába fogja hozni a terméseket. Metszésnél feltétlenül figyeljünk arra oda, hogy ahol elvágjuk a növényt, nézzük meg ezt a dőlésszöget, hogyha megindul a nestkeringés, soha ne folyjon rá a rügyre. Tehát úgy metszük el, olyan dőlésszöget válasszunk, hogy a rügytől pont az ellenkező irányba induljon meg a nedv folyása, hogyha lesz. Erre feltétlenül figyeljünk, hogy ne folyjon rá a rügyre. A tavalyi fiatal tővessző idén termőgajként már nagyon jól fog teremni, és ezeknek az elágazásait kellene visszavágni olyan 10 cm-re, így lesz egy nagyon jó bokrunk, amin majd következő évben a gyümölcsök teremni fognak. Na most arra figyeljünk itt is, hogy kifelé álló rügyig metszük vissza, de hogyha már nagyon el van burjánzva itt a bokrunk, akkor ezt az új feltörekvő vesszőt, ezt ki is áshatjuk, és átültethetjük egy másik megfelelő helyre. Én is csináltam ilyet, nagyon jól működik, létrehoztam egy új kis parcellát a ribizliknek. A lemetszett gajakat gyűjtsük össze, és égessük el, vagy pedig dobjuk bele a kukába, de mindenképpen semmisítsük meg. Na, ezek után, ha megtörtént a metszés, nagyon érdemes egy kis ilyen általános műtrágyát is kijuttatni,
hogy megkapják a szükséges tápanyagukat. Ezt is így kora tavasszal, február vége, március eleje, ahogy én is most csinálom. És ez mindenképpen szükséges a növénynek, de lehet akár használni komposztot, vagy organikus komposztot, akinek úgy tetszik, vagy érett trágyát is, vagy trágyalevet, de valamiféleképpen mindig kapjon egy kis tápanyagot a növény, mert az a rengeteg bogyóhoz nagyon sok tápanyagra lesz szüksége, a napfényen kívül is, amit a földből felvesz. Köszönöm, hogy végignéztétek a videót, remélem tudtam nektek segíteni a ribizli metszésében és gondozásában. Hogyha tetszett, kérlek nyomjatok egy lájkot, valamint iratkozzatok fel a csatornára, hogy tudjátok követni az évad legújabb adásait, hogy mikor mi aktuális a kertben, milyen tennivalók vannak, mikor mit kell ültetni, stb. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, további szép napot, jó kertészkedés, sziasztok!